Ugye ebben a szezonban ez volt a második győzelmetek, és egy nap ilyen 3 hónapot kellett várni arra, hogy újra itthon ünnepeljetek. Hogy éltétek ma meg ezt a meccset? Hát nagyon úgy érzem, nagyon jókor jött ez a győzelem. Mind abból a szempontból, hogy ugye nyert a Diós Győr, és nem szakadtunk le, úgyhogy ott vagyunk egy pontra azt hiszem a bennmaradástól. Az elmúlt hetekben nagyon sokat dolgoztunk azért, hogy meglegyen az első pontok, és úgy érzem, most egy nagyon fontos lépést megtettünk felé, és bízok benne, hogy ezáltal bizonyos gátak is átszakadnak nálunk. Ahogy te is mondtad, azért 3 hónap nem rövid idő, azért szépen kibőjtöltük, sokáig vártunk erre a győzelemre, de minden jó, hogyha a vége jó, ilyen mérkőzésen kell elindulni fölfele. Én úgy gondolom, hogy ez egy igazi futballmérkőzés volt, és ezen a mérkőzésen mi ezt nem hagyhattuk el vesztesen, ezt a pályát. A mérkőzés vége felé hatalmas, ott már elég nagy nyomás volt rajtatok, ugye voltak ilyen bindulablák, amikor szintén ki kellett vetődni, volt 11 és utána egy bőrés, mint a takarásba jött, arra is le kellett érni. Mennyire volt ez meleg ott a vége belülről? Hát meleg volt, mert ez a fajban minőségi játékosok vannak, és tudtak azért kialakítani szituációkat, illetve szerencséjük is volt, én úgy gondolom, de ma úgy léptünk pályára, hogy egyszer nem kaphatunk gólt. Szerintem mi volt most meg bennetek, ami az előző meccseken hiányzott? Hát szerintem nagyon fontos dolog volt, hogy mi rúgtuk az első gólt, ez mindig plusz energiákat ad egy csapatnak a hátul a védekezésbe. Utána igazából már célfutballt játszottunk, ez kicsit meg is innette a játékunk, de próbáltuk kihúzni. Nagyon jól lezártátok a területeket, széleket is, középen is. Nagyon úgy tűnt, nagyon-nagyon alaposan felkészültetek a Fradiból. Tényleg nagyon találtak rajtatok fogást. Hát én azt gondolom, hogy a Fradiból is, mert az előző meccseken is komolyan felkészültünk, és ott is úgy érzem, hogy stabilak voltunk. Igazából csak 2 pontrugásból tudott gólt szerezni az ellenfél, meg az én hibámból. Ezt most kiküszöböltük, mi rúgtuk az első gólt, ennek is köszönhető a győzelem. Benne volt a fejemben, hogy akik előttem rúgtak 2-14-es, a Priska az MTK-nak, arról a honvédelem kiadta. Most nevetni fogtok, de én tegnap este tudtam, hogy fogok meg 11-es rúgni, és már előre elgondoltam, hogy hova fogom rúgni. Nem is akartam változtatni rajta, szerencsére bejött, innentől kezdve remélem minden 11-esbe rúgok. És honnan jött ez a sugallat, hogy te 10-it fogsz már ölni? Nem tudom, úgy gondoltam, hogy pont mérkőzés előtt mondtam valakinek, hogy most se fogunk szerintem egynél több gólt rúgni, úgyhogy valahogy ennyire le kell hozni a mérkőzést. Sugallat nem tudom, hogy honnan jött, gondolván, hogy talán így kerülök a legközelebb a gólszerzéshez. Aztán milyen jó lenne egyszer egy könnyű 11-es gólt rúgni, és ezáltal nyerni. Szerencsére bejött, remélem ezek a sugallatok továbbra is ilyen jól fognak jönni. Hiszen abban, hogy a szurkolók tudtak annyit segíteni neked, hogy ez a 10 kimaradjon, amit a Lenza Femmel rúgott, mert akkora hangerővel kezdtek el kiabálni mögötted, hogy én biztos voltam benne, hogy ez nem fog bemenni. Hiszek, így egy szóval kell válaszolni, de hát ők is nagyon sokat hozzátettek a mai győzelemhez. Tudtad, hogy hova fog jelölni a Fradi játékosra? Hát nem tudtam, elterveztem magamban egy dolgot, azt szerettem volna végigcsinálni, és ennek sikerült is. És rajta látszott egyébként, hogy elbizonytalanodik, hogy ennyien mögötted annak szurkolnak, hogy ne menjen be labda? Nem tudom, én próbáltam rá egy kis nyomást helyezni, a többiek is, úgy néz ki, hogy sikerült. Amikor Láza Fem előtt a 11-est, akkor te érezted, hogy ez ki fog maradni? Hát figyelj, most megint nevetni fogsz, de talán 2 évvel ezelőtt, hogy időltem a ladásban, nyertünk 2-0-ra, és 0-0-nál a Gyuricin hagyott ki egy 11-es, és akkor is a Dani védett. És egyből bevillant ez, hogy és megint szerintem meg fogja fogni, szerencsére megfogta, de ez hozzáteszem, nagyobb bravúr volt, mint a 2 évvel ezelőtti 11-es védés. Király Gábor önkívületi állapotba ugrált állítólag a kispadnál, te ezt láttad? Most láttam előbb a felvételeket, tehát nagyon jó érzés volt, jól esik nagyon. Gabira visszatérve, még idehoznám a Gyurján Marcit is, ez egy nagyon jó kis kapus csapat, és nagyon szeretek velük együtt dolgozni, minden nap egy élmény. Tavaly hasonló helyzetben voltál a Vasasra, hogy a kiesés ellen kellett küzdeni, idén ugyanez van, hogy éled ezt meg lelkileg? Tavaly annyiból volt más, hogy ősszel elkaptunk egy nagyon rossz szériát, de akkor még talán a 9.-8. helyen fordultunk, és én szinte egész tavasszal sérült voltam, talán az utolsó 3-4 mérkőzésen tudtam egészséges lenni. Nem egyszerű az ilyen helyzet, de én úgy gondolom, az ilyen helyzetek foragnak igazán férfivá valakit, és hogyha ezeket túléljük, akkor ezekből csak kamatoztatni tudjuk a jövőben a tapasztalatokat. Mi volt a héten esetleg más, mint a korábbi hetekben? Áldoztatok kecskét, vagy mit történt? Nem, ugyanazt csináltuk, mint az elmúlt 3 héten, mindenki koncentráltan edzett, mindenki beletette edzéseken is, amit csak tud, és szerintem ennek az eredménye. De visszatérve az elmúlt meccseken is, tehát visszamenőleg
mindenki dolgozott keményen, csak nem jött az eredmény. És milyen a közös munka Horváth Ferenccel? Nem tudom most. Hát más képvisel, mint ami az előző edzőnk. Nem tudom, hogy mondjam. Tudja, hogy mit szeretne a focitól, tudja, hogy mit vár el a mérkőzésektől, a játékosoktól, és ezt próbálja is átadni nekünk. Természetesen azért a realitások talaján kell maradni. Ez a Ferencváros azért ez jobb játékerőkből álló csapat, de én úgy gondolom, hogy ennek a 8-9 ezer nézőnek köszönhetően meg tudtuk nyerni ezt a mérkőzést, és még egyszer csak ismételni tudom magamat, remélem ezáltal el tudunk indulni fölfele, és még az utolsó 4 forduló után már a vonal fölött tudunk lenni.